Megszorításokat eredményezhet a magas költségvetési hiány, ezt mondta a híradónknak a Portfólió lapigazgatója, miközben a gazdaság irányítói között egyre nagyobb a feszültség. Varga Mihály és Matolcsy György ismételten egymást kritizálta, ami most Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője is beszállt. A DK szerint mindenkit felelősség terhel a gazdaság jelenlegi állapota miatt. Kamat támogatott hiteleken nem változtatunk, és a bankadót sem emeljük meg. Ez faktum. Minden ettől eltérő állítás az szerintem magánvéleménynek tekinthető inkább. Így vágott vissza Kocsis Máté Varga Mihálynak, aki nem sokkal korábban arról beszélt, hogy a költségvetés kiigazítása érdekében elképzelhető egy újabb bankszektor sújtóadó kivetése. A piacot azonban nem nyugtatták meg a frakció vezető szavai. Az OTP részvények árfolyama beszakadt, és a forint is elindult a lejtőn. Igaz, azóta valamennyire normalizálódott a helyzet. A gazdaságpolitika sem tudja, hogy mit akar, látszik, hogy valamit akarnak kezdeni, főleg egyébként a költségvetés helyzetével. A Portfólió elemzője ennek tudja be, hogy Varga Mihály egy újabb bankadót és a kamat támogatott hitelprogramok felülvizsgálatát sem zárta ki a közgazdász vándorgyűlésen. A költségvetésben nagyjából 1600-1800 milliárd forintnyi lyuk van, ennek fedezetet kell teremteni. Csiki Gergely úgy látja, szükségszerűen a megszorításokhoz nyúlhat a kormányzat ebben a helyzetben. Itt logikusan egyébként a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy különadóhoz fog nyúlni. Nyilván ez a logikus abból a szempontból is, most már szeptembert írunk, tehát maradék 3 hónapban kéne jelentős bevételi tételeket találni. Ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha az egész évre visszamenőlegesen vet ki adót. A magyar gazdaság helyzetét tovább nehezítheti, hogy megbomlani látszik az egység a jegybank és a pénzügyminisztérium között. Ezt jól jelzi, hogy a vándorgyűlésen Matolcsy György és Varga Mihály keményen bírálta a másik munkáját. Az MNB elnöke szerint a kormány lépései az infláció felfutásához vezettek. A kormány elfelejtette bevezetni azokat az intézkedéseket, nem társulva a Magyar Nemzeti Bank inflációs küzdelméhez, amelyeket azután 2023. januárjától bevezetett. A pénzügyminiszter pedig azzal szólt vissza, hogy Matolcsy nem a megfelelő időben zárta le a kamatemelési ciklust, amit a forint is megérzett. Hölgyeim és uraim, hát azért szeptember 27 és október 12 között az árfolyam egy 30 forintot gyengült. Ez nem véletlenül alakult ki. Közben a DK úgy tartja, hiába az egymásra mutogatás, mindketten hibásak a kialakult helyzetért. Annak a gazdaságpolitikának a következménye, amit ők egyébként közösen és együtt elkövettek, azt mi fizetjük meg a boltban a 25-30%-os inflációval. Az Orbáni infláció a következménye ennek a tehetetlenségnek. Híradón kereste a pénzügyminisztériumot, hogy mit szólnak Kocsis Máté kritikájához. Adásunkig azonban nem érkezett válasz.